Halál után a lélek kristállyá változik, lehagyja tenger lének sóháborgásait, kijár a jóslatoknak a meghazudtolás, nem jő sem ez, sem az, csak kristályüvegpalást. Kristályüvegpalástban a lélek újra kő, a túlon túli másban formáját fellelő. Ha baj mi volt, megrázta rovátkás erezet, s az elkéklő barázda a jól hurcolt kereszt, a lét viselt keresztje, szüléje vádoló dühének sűrű gesztje a felgyémántoló érzékeny granulákban. A kín, a diorit, tetten értén a pártban, itt sújtatott porig, itt átpillog telérén a csorbult akarat, csodálkozás a vérén a megfojt kvarc alatt. Kik egy holtágban éltek, egymást körülközik. Ha gőgös volt a lélek, az itt a markazit. Jegyzi lelkes maragdja, epés volt, keserű, de lápisszá maradva maga volt a derű. Az első nagy üvegség még folytó, szüntető, de áldja által estét, s megérti újra kő. A kő üvegkristálya tüzét már úgy veti, a prizma által járja s törése kőzeti. Ametiszt a gyanakvó, krizoberil a vad, a léhácska a napkő, az örök áldozat. Gyűrődnek, ülepednek prédák és orozók, lápiszlazuli medrek akvamarinja zúg, a kőmerev merengés átlókkal szabdaló homálya megdereng, és már mind magánvaló. A kristálytérbe térve, ha elnehezedett, zárvány az ömledékbe titkával erezett. Leszálló mágnes élet delejtű álomig, lapok villognak, élek alá a tárna éjnek. Halál után a lélek kristállyá változik. A kálélekrészt őrző szobrokat, azokat szinte rituális módon alkották meg, és a szemük az drága kőből, különféle meghatározott anyagokból készült. Ráadásul a sírkamrában helyezték el egy külön szobában, és egy résen át figyelhette, hogy rendben mennek-e a halotti szertartások. Tehát az egy külön műfaj volt, annak ellenére, hogy az összes szobor, egyiptomi szobor, azzal az igénnyel készült, hogy a halott szelleme benne lakozzon. Tehát ez a kálélek rész. Nyilván ma már nem így dolgozik egy szobrász, hanem fotók alapján dolgozik. Rengeteg megoldás van egy portré személynek a kialakításában. Valószínű, hogy a portré tekintete az, ami mindent eldönt. Határgyőző elég idősen hunyt el, és ahány korra van az embernek, annyi arca van, és meg kellett találni egy olyan arcot, ami rá leginkább jellemző. Érdekes módon, hogy ez a íróknál, művészeknél ez egy ilyen idősebb arc. Hát ez Határgyőző esetében ez egy ilyen 70 év körüli portré, és nyilván ez a mi ikonikus karakteres. ...1914-ben születtem, és azért kereszteltek Győzőnek, mert annak idején igen sok gyereket Győzőnek kereszteltek a háború győzelem reményében. Folyton firkáltam 14 éves koromtól kezdve, az, hogy világéletemben a bölcselet érdekel. Első eszmélkedésemtől fogva, 20 éves koromtól kezdve rengeteg filozófust olvastam, felfaltam a nyelveket, mert ezekhez másképp hozzáférni nem lehetett, felfaltam a latin leány nyelveket, az angolt, és hát ugye, ami még kellett, spanyol, portugál. Hát németül tudtam, elég hamar megtanultam. Noha édesapám kétnyelvű német volt, erdélyi szász, de tőle nem tanultam semmit, nem tudtam németül, azt is tanulni kellett. Rengeteg filozófiát olvastam és jegyzeteltem.
Szóval, hogy Határgyőző és Prágai Piroska, a felesége, az a nyarat jelenti, a korai nyarat. Mert mindig a könyvhéten jelent meg a Vörösmarty téren, jellegzetes szalmak alapjában, hatalmas nagy busa bajszával, és hát akkor fogadta a hódolóit. A magyar nyelvnek egy élő grammatikának és szókincsnek is egy élő két lábon járó enciklopédiájának tartottam. Mondtam neki, hogy Győző, van olyan szó, amit magyarul leírtak, és te nem olvastál, azt mondja, sőt, olyan szavak is vannak, amiket nem írtak le, és én találtam ki, de azt mondja, mindennek volt, meg volt a gyökere. Tehát az a 6 év, amit Gyomán töltött gyerekkorában, és az édesapa hozta az erdélyi magyar nyelvet a családba, az ő gyerekkora adta számára a délalföldi magyar nyelv rendkívüli változatosságát, és aztán felköltöztek Budapestre. Édesapja légnyomástól teljesen lebénult, megsiketült, tehát teljesen tönkrement az első világháborúba, így aztán felköltöztek Budapestre, és egy kis fűszerüzletük volt a 7. kerületben. Hát felszedte természetesen a teljes pesti szlenget is. 43. május 1-én tartóztattak le hajnalban, és vittek el a defenzíva osztály detektívjei. Egy darabig, amikor szellemi világra jövetelem után kinyílt a csipám, és elkezdtem falni a filozófusokat, akkor egyszer jó időre beleestem Nietzschébe. Emiatt aztán, amikor egyre másra jelentkeztek a fasizmusok Európában, egy darabig nekem nagyon tetszett Mussolini. Egyszerűen azért, mert Mussolini is Nietzsche bűvöletében élt, sőt, nem egyszer a Palazzo Venezia erkélyén elhangzott egy mondat, egy beszéde, és a mondatonként egyszer csak hol itt idézte, felismertem a Nietzsche idézetet, tehát mondjuk úgy, hogy volt egy ilyen majdnem fasiszta korszakom, ami csak pár hónapig tartott. Nem tagadom, hogy olvastam a Mein Kampfot is. Na de, azt a Mein Kampfot, amit én olvastam, azt azonnal bevonták, azt még Münchenben, a börtönben írta Hitler, és abban megírta, hogy Közép-Európát el kell németesíteni, ezek segédnépek, ezeket németté kell tenni, ott ne legyen hézag, az egész Európa legyen törzsgyökeres német, és akkor már bizonyos őből volt mögöttem, és magyarnak éreztem magam, akár mit csináltam, ugye hát a nyelv az olyasmi, amire az embernek az agyát, a szürke kérget beprogramozzák, abból nem lehet kibújni. És én nagyon megsértődtem. Hogy alakult 3 kötetessé? Az életút. Magát adja az anyag. Határgyőző, öntudatos kétéltű. Tehát ő maga osztotta magyarországi létére és angliai létére. Ez már egy megosztás. Ezért szakadt le a 3. kötet, majd az az angliai, a szabad világban való. Beszéltünk róla, hogy mérnök volt. Jó rajzkészségű építészmérnök, aki abból is ragyogóan meg tudott élni, hogy műszaki rajzokat vállalt. És 5 nyelven, plusz a klasszikus nyelveken folyékonyan beszélt, írt és műfordított. Tehát át tudta volna vészelni a 2 háború közti időt is, meg
a fordulatéve utáni diktatúra idejét is. Jól élt, jól megélt volna belőle. De ő a szabadság mániákusa volt, és száját se tudta tartani. Meg a szabadság vágyát is kiírta. Ezért a háború alatt víztörvényszék elé állítják, míg a halálos ítélet is körülötte lebegett, és mások egy ilyen múlttal a ostrom után ragyogó karriert is be tudtak futni. Ő ott is tönkretette az életét, mert az új holdhoz csatlakozott, az európai iskolához csatlakozott, és szabadon akart írni. Bújtuk Jászi Oszkár írásait, elkezdtünk ábrándozni barátaimmal, hogy mi volna, hogyha Európa szívében egy hatalmas 100 milliós birodalom van, egy ütköző állam, hogy ne engedje összeugrani a németeket az oroszokkal. És ez lett volna Európa szíve. És elkezdtünk szervezkedni, és röpcéduláztunk. Darályvilág Buzdugániában, ez volt az első gyilkos szatíra Horthy Magyarországról, Torlón Péter pedig azt figurázta ki, mert akkor már ők jelét ő vett, hogy Horthy szeretné fiát, Horthy István királlyá koronáztatni. Ez mikor elvittek engem, akkor még csak a röpcédulák voltak, de aztán két koferrel elvitték a gépirataimat, vagyis kézirataimat, ezeket a regényeket, és akkor ez a Defendi Ziva osztály, intellektuális osztálya kiértékelte, és rájöttek, hogy a Torlón Péter az főmagasságú úrról szól, azt felvitték a várba, a Horthy olvasta, hogy mit gondolt, azt nem tudom, az ott pusztult a várkönyvtárában, amikor a palota égett az ostrom alatt. Túlélvén a háborút, ha emlékeznek rá, hogy az a bizonyos sarokház az Asztóriánál az óra van. Egy hatalmas balusztrád és terasz, ugye? Na most a Győzőnek sikerült megszerezni azt a lakást a Romos Budapesten, hogy a másnak hónapos szobája se volt, és ott élt, végtelenített, befűzött írólapokkal dolgozott, és verte a gépet, azoknak hömpölygött az egész. Hát reggeltől estig, amikor nem baráti társaságban ült és egyebek, verte a gépet, és egyebek között így született a Heliane is. A 45 utáni felszabadultság érzése, az új élet, az új kezdet, az új lendület iszonyatos alkotó energiákat szabadított föl, nem csak benne, hanem a korabeli magyar irodalmi életben és művészeti életben is. Tehát bizonyos értelemben a Heliane ironikus, néha egészen szatirikus, sőt, ha tetszik, inkább szatirikus, mint ironikus lenyomata és, hogy mondjam, csak feldolgozása ennek a háború utáni egy-két évnek, tehát annak az időszaknak, amit az én generációm a saját szüleitől és nagyszüleitől úgy hallott beállítani, hogy ez volt az utolsó szabad korszaka, és egyben az első, amelyet átéltek, a koalíciós idők. Még mielőtt a tiltott határátlépését bevágtak a börtönbe 2,5 évre, a fülembe jutott egy pletyka, hogy Lukács György állítólag az akkori Csillag szerkesztőségében azt mondotta volna, hogy így kell elbánnunk ellenségeinkkel, hogy tömjük őket pénzzel, jól érezzék magukat, tömjük őket fordítani valóval, például ez a határ, hogy ez szép magyar, ékes magyar nyelvezetre fordítja az orosz klasszikusokat nekünk, és ezáltal vegyük el tőlük azt az időt, amikor még ha kedvük szottyanna is, fióknak írnának. Ne írjanak fióknak se. És ezen annyira feldühöttem, hogy
gondoltam, hát a háború előtt még volt a pucámban annyi vér, hogy elkezdtem egy szervezkedést Horthy ellen, hát most már olyan gyáva vagyok, már azt sem merem, hogy megpróbálok külföldre szökni. Hát elszöktem. A határzárnál elkapták, és sok év börtön, internáltság, stb. Várta. A sátoraljai börtönbe töltötte elítélt éveit, a börtönlázadás ott zajlott körülötte, és amikor a Rákosi korszakba megint csak oda került a börtönbe, amikor vitték be, már az épület falán olvashatta azt az emléktáblát, amit nekik a háború előtti lázadóknak a tiszteletére helyeztek el, ma is ott van még az épületen. Úgyhogy így alakult az életút, de az ő élete is. Háborúig egy ezredéves magyar létezésben. Aztán a kommunista diktatúra idején, végül pedig Angliában, ahol ő rájátszott, és akkor még nagyon is élő valóság volt, még amikor én 88-ba bele az életutat készítettem, akkor is Anglia tényleg a demokráciának egy csodálatos letéteményese volt. '56-ban nem avatkozik be semmibe, hanem amint teheti, azonnal kimegy a határon, remélve, hogy talán nyugaton azért legalább a szabad gondolatnak teret talál, ha nem is a illetlehetőségek. Hát ott is nagyon kemény évek várnak rám, de meg kell vetni a lábát, akkor Szabad Európánál, BBC-nél rengeteget dolgozik. Piruska a Cityben dolgozott, számvizsgáló, könyvelő szakmában, és nagyon-nagyon nagy keresetű valaki volt, aki egy kasszán volt győzővel, tehát nem arról volt szó, hogy ez az ő keresménye, az meg a másik, hanem minden pénzét ő beépítette abba a műbe, amit Győző az életükből megformált. Valahogy úgy érzi, hogy az, amit próbált kialakítani az életben, az soha nem fog valóra válni, és akkor kezdi a bölcseleti művek sorát írni, felül emelkedve a társadalmi szférán, kívül kerülve mindenen. Persze hát a BBC-nél nem adja fel az állását, mert arra szükség van. De akkor az Aurora Ezotéria sorozat gépelésébe nekifog. Azt mondja, ha senki nem adta ki, és senkinek nem kell életműve, akkor ő majd is. Az hihetetlen munkabírással maga gépeli Piruska csinálja ezeket a csodálatos grafikákat, minden műhöz különböző módon, a belső grafikákat. Tehát egy olyan szellemi műhely alakul ki, amihez egyrészt iszonyú munkabírás kell, másrészt iszonyú szellemi erő, és olyan képalkotó fantázia, olyan művészi érzékenység, ami hát tényleg nagyon kevés művészben van meg, akár világszinten is. Van egy
régi kedves mottóm, ami úgy hangzik, hogy a bölcselet a tanácstalanság privilégiuma. A versnek a címe Vakablak világossága. Poros könyvek köhögtetnek, lapjaik pergetve, aranyszélű köteteknek aranybordás rendje. Ó, könyvtár tökéletesség, gondolat lebernyeg, borjú is, hogy mind bekösség, hánynak bőre kellett, és most itt van szörnyűséges holt prezenciája, amit összehordtak véges elmék, s oly hiába, kutyaúszás nyelvemlékek csendes óceánján, lelkem táplálása véget, mennyi korcs találmány, mennyi barlangos vakvája, boncok tévedése, elmés ajánlat dörgő létegészre, mennyi testpet argumentum, s hány mellétalálás, kinek fals csapásán mentem, s voltam érte hálás. Most hát tudhatom, mit érnek teljes bizonyságok, magam, hogy időnek térnek tarajára hágok, én se nagyon bizakodjam kincses tévejemben, mert meggyőzött alattomban, s ott fészkel fejemben, így intelmez bölcsek száza, magam ne lovaljam, nincs se nyelv, se létnek háza, hogy hitten megvaljam. Tévelyekben delektálnom, amióta fent áll, s legyek én is poros álom, köhögtető könyvtár. Jöjj, vezeklő nincstelenség, mind tudatlan kánon, tapadj meg világjelenség kitapintókámon. Ahogy elmém tudni adtas, benne érlelődött, könyvtár termen sorba rakva, borjú bőrben ődöng, minden könyvem rongy vakablak, tévely szemfedője, ha ki nyitja, vagyok annak megköhögtetője. Hogyha az ember egy hosszabb lélegzetű és igényesebb munkát akar tető alá hozni, ahhoz egy elég jó és gazdag magánkönyvtár kell. Azt kell, hogy érezze a háta mögött. Az ember nem szaladhat minden pillanatban a közkönyvtárba. Az alapművek itt kell, hogy legyenek. Erre törekedtem is, hát amikor ugye elkezdtem ezeket a részben történelmi, részben vallásbölcseleti és filozófiai eszéket írni, akkor összeszedtem a legszükségesebb dolgokat, kivéve azokat, amiket nem lehet elmozdítani a British Museumból, mert hát kvázi láncos inkunabulák, ugye. Hát én összeszedtem, és úgy rendszereztem, hogy minden kézről legyen, ugye. Hát ez kb. Csak 3000 kötet, de itt nagyon lényeges dolgok vannak. Ezek például nélkülözhetetlenek voltak akkor, amikor Golgelógi című dráma sorozatomat írtam, és az utána következő úgynevezett utószót, egy ilyen záró tanulmány, ami maga is külön könyvet képezne. Ez a vallástörténet, összehasonlító vallástudomány, maguk a szent szövegek is. Ez például Milman, egy módszázadi történésznek a 9 kötetes latin kereszténység története. Ez egy nagyon lényeges munka, 4 kötetes pulton. Egy híres medievalista, egy középkor kutató. Az 5. kötet írása közben érte a halál. A 2 háború között élt, és igen fontos forrásmunka volt számomra. A kereszténység a modern kutatás tükrében 5 kötet. Ez francia fordításban Eusebius. Győző írói technikája Wimbledonban az többek között úgy festett, hogy rettenetes mennyiségű könyvek és magasan felpolcolt könyvekhez létredukált, szaladgált a létrán, és jobbára a létra tetején olvasott jegyzetelt, és aztán tette vissza, és akkor valahogy ebből kombinált. Tehát állandó, lázas jelenlét és keresés és kutakodás mindenben és mindenütt,
az ifjúságtól kezdve. Ő egy igazi racionalista volt, egy olyan racionalista, aki szinte közvetlenül lehetett rajta érezni a felvilágosodásnak a szellemét. Hát ugye mesélte, ez egy szívesen mesélte, így is mondhatnám, az apját, aki ez a múlt század fordulótáján van. Az apja elment egy ilyen felvilágosult nyomdász volt, gyomán. Tehát elment a templomba, meghallgatta a prédikációt, és akkor kijött a templomból, akkor ilyen rögtönzött prédikációt tartott a híveknek, amiben cáfolta a papnak a mondásait. Na most, amikor én nekem ezt mesélte, akkor így szinte homlokomra ütöttem, hogy na ez tetszik, mert ezt csinálja ő. Tehát van egy ilyen atyai sorskönyv, hogy ő tulajdonképpen ezt vitte végig az életén, és mindenhol ostorozta azt, amit hamisnak érzett, és különösen az irracionális dolgokra nagyon, hogy úgy mondjam, allergiás volt, tehát rettentően racionális volt. És még emlékszem, amikor Bécsben a magyar műhely találkozom, hallgattam, akkor ez fogott meg először, ámulva hallgattam, hogy mennyire jó ez a szöveg, De aztán volt bennem egy kis irónia, és erre suktam oda a Ledinszky Erikák, hogy hallgattuk, hogy a ráció profétája. Tehát volt benne egy ilyen már irracionális megszállottság, amivel a racionalizmust prédikálta és védte. Valahogy bennem mindig volt egy olyan érzés, hogy nem szabad ennyire hidegen. Tehát én túl hidegnek éreztem az ő logikáját. Sokat később beszéltünk ilyen kimaradtan természettudományos dolgokról. Nagyon szeretett ilyesmikről beszélni. Ugye ez az egész özön-közöny gondolat, ugye a világ mindenség az tök közönyös a mi emberi létünk iránt. Az a mi képzetünk, hogy a szerető Isten, a gondviselés, stb. Gondoskodik, azt mondja, hogy ennek a világűri hatalmas tömegnek kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy a mi egyes emberi sorsunkkal törődjön. Minden esetre a vallás nem tartja negatív, tehát nem ateista, agnosztikusnak vallja magát, és nem tartja fölöslegesnek azért a vallást, mert azt mondja, hogy az ég csarnokai, erről van egy külön könyv, az ég csarnokai, üresek ugyan, de mégis fenntartjuk a vallási képzeteinkkel, és az emberi életnek erőt ad a hit. Azt mondja, hogy a világot valójában az Érosz kozmokrátor szabályozza, kormányozza, tehát az egész világ működésében, ez ugye az Érosz, az sokkal több, mint a szexualitás, tehát az a vonzalmak és azonosságok rendje. És hogyha a rezonancia, tehát egymásra rezonálunk, és egymás iránt kinyílik a belső vonzalmunk, akkor az emberi világban is meg lehet ezt a rendet teremteni, de ez a rezonancia törvény elfogadásával és nem hatalmi erőszakkal történhet. Nyilván emlékeznek arra a kis Hénach kivonatra, amelyet Anvas Béla persze németből vagy angolból fordítva közreadott, és amely az Őrzőkönyve címet, az egregornak alcímét tippként adta. Az őrzők ugye kik voltak, ugye az egregor, a görög kifejezés, ezek azok a lázadó angyalok, ugye, akik a Hénach könyvében is, a Jubileumok könyvében is lejönnek a földre, és ugye megtanítják a földi nőket minden rosszra, ami csak elképzelhető. Nem csak a tisztátalanság terén, hanem a tudás terén is.
Na hát ez, hogy mondjam, csak a lázadó angyalok, vagy a Biblia nevezi őket Nefilim, vagy Giborim a Genesis 6. fejezetében, ez egy kiváló ötlet, kiváló, hogy is mondjam, csak nyersanyag. Mindenre, amit az ember egyes szám első szemében nem merészelne esetleg kimondani és leírni, azt ilyen szereplők szájába adva minden további nélkül megteheti. Tehát annak a bizonyos ezoterikus filozófia történetnek és kultúrtörténetnek, nem feltétlenül okkult, de ezoterikus kultúr és filozófia történetnek a harsonáiként vagy szócsövekiként kell elképzelni az őrzőket, akik ugye bár, mint a vigilánsz, mint akik mindig ébren vannak, egyúttal, hogy is mondjam, csak felügyelik az aktuális élet folyását, a történelem folyását is, persze hát nyilvánvalóan a negatív oldalról, és azon kívül pedig hát ott vannak mind az inspiráció forrásai, akiktől mindenféle illegitim tudás származik. A győzött Isten igazából mindig az illegitim tudás érdekelte. Az, amit a fölszín alatt megkapargatva elő lehetett venni, anélkül, hogy a legcsekélyebb mértékben is közelett volna például a hamvasféle teozófiához, vagy bármihez. A prózája olyan láttató erővel, plasztikával bír, az alapjai annyira élnek, a beszédmódja a szereplőinek olyan lenyűgöző, hogy az ember nem tudja ezeket a könyveket letenni a kezéből, és átéli azt a kort, amit megjelenít. Ugye a Bábel tornya, ez a nyelv összezavarodás története, a Bibliából ismert történet, és az ember elolvassa a könyvet, és ott van. De ehhez hozzátartozott, hogy ő otthon volt azokon a év ezredekkel ezelőtti kulturális helyszíneken. Ő annyit olvasott hozzá, elment, és a múzeumokban a tárgyi emlékeket végigjárta, nagy utazók voltak Piroskával együtt, és azt, amihez az ő írásaihoz, helyszínekhez szüksége volt, azokat megnézte. Mi tud szervezni egy regényt? Tud szervezni egy regényt a tér, mondjuk a Robinson, hogy ott a lakatlan sziget, és nem lehet kijutni róla. Vagy ott egy börtön, és ki kéne szökni belőle, vagy ott egy kastély, és be kéne jutni. Ez az egyik. A másik az tud lenni, hogy van egy jellemünk, és akkor a jellemmel dolgozunk. Ott van Don Quixote, aki elhatározza, hogy feltámasztja a lovagságot, és akkor elindul, és mindenféle kalandjai lesznek, de a jelleméből adódóan lesznek kalandjai. Harmadik lehetőség az, hogy vannak fordulatok, intrikák, vagy nyomozás, vagy ilyesmi, egy detektív regény az ezen alapul. Na most a határ ehhez képest annyiban volt radikális, hogy őt ezek nem érdekelték igazából, hanem őt a nyelv érdekelte. Azt tudnélik, hogy az ott hagyott országnak a magával cipelt nyelve, az hogyan tud egy összefüggő cselekményé összeállni. És mindegyik regényében ezt fedezem fel, hogy a nyelvi kliséket próbálja radikalizálni, és tetten érni őket, a szószoros értelmében szavakon lovagol. Adott neki egy rúgást, attól ugrott egyet a mondatszerkezet, még egy rúgás, és addig rúgdosta, amíg el nem jutott a gondolatmenetnek álcázott cselekmény szála végéig. Van neki egy lemeze a hadaró ritmusok, a legősibb nyelvi játékoktól. Azt mondja, hogy minden erre épül. Tehát a legősibb apró nyelvi játékok különböző szinten lépcsőzetesen építik föl a kultúrát, és az a kultúra, amelyben mi élünk, ugyanúgy teremti továbbra is.
Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan dáridom, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, szüret, szüret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat, mulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintő porozott az ég mező, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret. Szüret, 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 van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat, 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 elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, 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 mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat, 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 mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret, 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 ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat, 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 valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem el, mondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, haláli jó, haláli jó, ja, mulat, 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 mulat. Mulat! Az elsődleges megszólalás a költői megszólalás volt, és én nem azt mondom, hogyha beszélgettünk vele, akkor versekben beszélt, nem, hanem olyan egyszerűen, olyan természetesen a legközelebb volt hozzá a kifejezés módok közül a vers. Ő, neki nincsenek lírai irányzatosságai, ugyanúgy eredeztethető a költészete Arany Jánostól, mint Ady Endrétől, a népköltészettől úgy, mint Babits Mihálytól, vagy az ősi magyar költői nagymesterektől. Tehát itt Balassi Bálint épp úgy a kis ujjába volt, és Petőfi és Vörös Marti. Hát azt hiszem, hogyha ha valamit szeretett, akkor Vörös Martihoz szerette, ha hasonlítsák a verseit. Vörös Martit nagyon sokra tartotta, de lehetett hasonlítani. Az elvont gondolatiságnak az a plasztikus megjelenítés, ami Vörös Martinál is megfoghatatlan, mai napig lenyűgöző és félelmetesen modern, az benne van a határgyőzői költészetbe is, bár a nagy műformák nála nem a versben születtek, ugye hatalmas regény egységeket írt, és nagy gondolati, filozófiai műveket. Valami módon ő ebben kvalifikálta magát, tehát a filozófiai művekben, és a vers az olyan volt, ami természetes, hogy születik. Volgelógi formai keretei és egyben időbeli keretei azok a 10. században tényleg felerősödő világvégevárás, kiliázmus, millenárizmus szellemében fogadtak. Állítása szerint a cím álomból jött, ugye? Hogy mit jelent ez a volgelógi, nyilván ki milyen nyelven közelít hozzá, annak megfelelően mást és mást. Végül is azt hiszem az volt a megoldási javaslat, hogy nem tudjuk, mit jelent, de legstílusosabb mondjuk a Galgenwitz németül, tehát ugye a
az az akasztófa virág, aki még a kivégzése előtt is hazudik, lopcsa és sikkaszt, és így tovább, mind Golgelógi, ugyebár, aki elmegy, és erre is emlékszem, hogy ő elmesélte, hogy ez az egyszerű gyerek, ez fogja a szambarat meg a pásztorbotot, és elmegy, és megkeresi az Úristen, és megragadom a grabancát. Akkor átéléssel mutatta, hogy hogyan fogja megragadni az Úristen grabancát, hogy nem szerettem volna az utóbbi helyébe lenni. Ez egy világdráma. Mit mondjak? Olyan, mint a Pergünt, olyan, mint a Faust, amikor esténként még beszélgettünk a fölvételek után, és akkor megkérdezte, hogy neked a Golgelógi, mint figura, mint főszereplő, mit jelent? És mondom, egy manó. Erre ilyetten rám nézett, megcsóválta a fejét, ironikusan manó. Hát hadvezér is volt, birodalmi gróf, mit tudom én. Mondom, igen, de milyen szót használsz te, amikor cselekszik? Gurul. Golgelógi előgurult, tovább gurult. A kórus biztatja, gurulj, gurulj, Golgelógi. Nekem Pergünt, a manók, a svéd északi legendák, ez jutott eszembe, és ezt viszonozta is ő, amikor a végleges, a harmadik kiadás, mert ez a definitív, ebben még új szövegek is vannak, ennek a dedikációjába, a manó elmélet megalkotásáért igaz szeretettel. Sikerült egy olyan monumentális tablót és kultúrhistóriai revűt, színjátékot előállítani, amely tényleg páratlan a magyar irodalomban. Megfelel egyébként a misztériumjátékok követelményeinek, tehát a kegyes keresztény misztériumjátékok követelményeinek, hol földi és égi szinten, meg hát infernális szinten egyaránt zajlik a háború. Ugye a kulcsszereplők mindenek előtt az örökkévaló és a sátán és fölkent seregei. És ebben ugye egy középső szinten megjelenik az osztott színpadon az ember is, mint egy kis öntörékeny mellékszereplő, de mégiscsak demonstrálója az eseményeknek. Én nagyon szeretett ilyen világ összefüggés, történelmi összefüggésekbe, világmindenség, stb. Tehát ilyen kozmikus összefüggésekbe gondolkodni, tehát az egészről. Én meg mindig az egyes emberről, az egyes emberben a zajló lelki folyamatokról szerettem írni, és az emberi drámáról, tehát hogy mindenkinek megvan maga drámája, maga szenvedése. És ehhez képest volt, ez egy ilyen diszonancia volt, és akkor ebben az Antibarbarom Libri előszóban ezt úgy meg is pedzegettem, mert az egész tulajdonképpen ilyen bevezetés volt a határ gondolkodásába, de egy kicsit úgy megpedzettem ezt, hogy ez az emberi dráma kevésbé érdekli őt, vagy tulajdonképpen emellett ugye elmegy. Na most az a érdekes a dolog, hogy igazán abban az utolsó időszakban bekövetkezett ez, amikor a Piroska beteg lett, és őnek ki kell tápolni, akkor igazán bele zuhant ebbe a drámába. A feleségem 76 éves, én 95-et taposom, de már jó ideje szegényként. Gyengélkedik, és nagyon vigyázok rá. Merengő éjszakák. Öreg házas pár balladája. Így mennek, mendegélnek merengő éjszakában, a napnak és az éjnek minden nap és éjszakában. Szelíd emlékezéssel,
szorongó tartalommal, teremtő létezéssel csikarva, 20 karommal, hogy életüknek légyen bár színe vagy fonákja, lobogva vélük égjen, lobogjon életfákja, fel a lankán a hegyre, ott vár a tünde fészek, megpihennek pihegve, megülnek, heverésznek. Ott majd lesarabolva a vadorzó élet piszkát, majd kanalaznak a csorbatálból édes puliszkát. Legyen jó fűszer számos, jó meleg, jól is essék, mint ősrég ifjonti lángos, szerelmetes szerelmetesség. Ha élnek, ha járnak, hálnak, ha olvasnak, isznak, esznek, fényességén a pohárnak egymásba csüggeszkednek, megejtve, lámpa oltva, hogy látton látva lássák, sorolva rendre sorra a naptár iramló folytatását. A tegnapnak élnek, nem a mának, tegnap előtt is ma van, ott mennek, ballagdogálnak, léptük csak-csak bizonytalan. A napnak és az éjnek minden nap és éj szakában így mennek, mendegélnek merengő éjszakában. Ilyeneket írt, hogy hát egyrészt a mosógép lent van a pincébe, a ruhák meg fönt, amit hordanak, és akkor ezt le kell cipelni, akkor elfelejtett valamit levinni, és folyton emeletet járni leföl is már, ugye akkor ő már 90 körül volt. És ez az egész napi robot, hogy neki kell takarítani, főzni, mindent csinálni, mert itt van az ő betege, így nagy betűvel, ahogy írta. És ebbe volt valami egészen döbbenetes, olyan volt, mint hogyha ezt a sors így kimérte volna rá, hogy ebbe belenézzen, hogy mi az a dráma, ami az embernek jut, mi az a drámai sors, ami potenciálisan mindenkinek kijut valahol. Nagyon magányos öregkora volt neki, és nagyon hősiesen csinálta végig ezt a Piroska ápolását, és nagyon hamar meghalt utána. Klasszifikálhatatlan érdeklődés benne a természettudományok legkülönbözőbb területei. Jól megfigyelhető, hogy például az emigráció előtt és a háború előestén rengeteget foglalkozott idegélettannal, neurobiológiával, ilyesmi. De ezen kívül is érdekelték a természettudományok, érdekelte a világtörténelem, mint olyan, de mindenkelőtt a klasszikus antikvitás és a késői ókor. Valamiféleképpen azt hiszem, hogy az ő érdeklődésének a homlokterében a keresztény civilizáció és annak lehetséges alternatívája állt. Tehát ő, csak igazi vérbő neopogány volt, aki ezt persze manifest módon nem kürtölte világgá. Wimbledonban egy honi vagy világben élő barátja meghalt, akkor mindig elment a legközelebbi templomba gyertyát gyújtani. De összességében véve, hogyha kulcsot kellene találni az egész gigantikus életműhöz, és ajánlani az érdeklődő olvasónak, ha egyáltalán létezik ma ilyen, akkor a Köpönyek sors című Julianus regényt ajánlanám szíves figyelmükbe. Tehát Julianus apostatáról van szó, arról a római császárról, aki nagyon rövid ideig, bő másfél évig uralkodott 361 és 363 között, ő volt az utolsó, aki megpróbálta restituálni a pogány Rómát. Hadd mondjam el, hogy milyen vitánk volt a Julianus regényről Győzővel. Én úgy állítottam be,
hogy azért az ifjúságát írja meg, mert a szabad Angliában visszaemlékezve a halálnak erre eljegyzett, a halálos ítélete szinte kimondva volt Juliánosnak. Mert ha egy császár meghalt, akkor az utóda a többi összes vetélytársat kiirtotta. Ő beteges volt, Juliánus, hát maradjon. De minden nap várta, hogy mikor vágják el a nyakát, vagy mivel teszik tönkre. És mondom, az hazai üldöztetésed adta az indítéket. Ide figyelj. Angliában, egy szabad országban, miért gondoltam volna én arra a régi időre? Már el is felejtettem. Én az ezoterikus dolgot, hogy miért lett Juliánus apostata, aki visszafordítja az emberiség történetét, kultúráját. Ez izgatott akkor. Mondom, győzöm, ne haragudj. Én belelátom a kétéltűségedet. A közép-európai bezártságot és a szigetországbeli független szabadságot. Ennek a szembesítését, és nem a filozófiádat. Mert ha a filozófiádról van szó, akkor folytathattad volna. Akkor a Kései császárt kéne megírnod. De te nem azt írtad. Azt írtad meg, ameddig együtt érezhettél az üldözöttel. A hatalom dicsőségét már te nem tudtad követni. Nem is akkor. Hol az égen nap, hold, tejút, valahány csak ragyog, bejártam minden égfertájt, be minden csillagot. A könnyedségből, ahogy a fényéveket hágom, innen van az én nagy csillagjártasságom. Vályog kaibában élek, a piszokba, kozba, de a szalma kupolája be van csillagozva. Felugródom, egyik lábam szárnyas asztrolábam, a másik a szextáns, azzal szállok mostanában. Ismerős mind, elkapom farkát az üstökösnek, aztán szállunk, olyan nincs, hogy előlem elszöknek. Napi hosszat így száguldom be a mindenséget, csillagjárni, s a szokásos minden tudás véget. Nincs tejút, se oly örvények ködnek, tűznek, gáznak, hol ne várna szíves látást, hínak, paroláznak. Százesztendőm is megértem, nincs bajom különben, majd csak ott fognak, s elégek hűlő tűzözönben, augusztusi csillaghullás jő rám, égbe temet, s fejfának rám tűzhetik sugárzó süvegemet.